Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal Madách Imrének az ember tragédiájáról szeretnék beszélni, de tágabb összefüggésben magáról Madách Imréről is, hogy mi a életrajzi háttere, hogy miből érkezett és milyen meggyőződés mozgatta őt, amikor az ember tragédiáját megírta. Madácsnak a családja egy rendkívül messze vissza tudta vezetni a családfáját. Egészen IV. Béla idejéig, amikor is a család ősei a menekülő, tatárok elől menekülő királyt kísérték Dalmáciába. Aztán később, amikor a család gyarapodott, Zrínyi Miklós családjával is rokoni kapcsolatokat ápoltak. Maga Madách Imre meg is festette Zrínyi Miklósnak a képzeletbeli portréját, tehát hogy ő elképzelte a nagy törökverő hőst. Aztán a 17. század végén a török viszontagságok miatt a család elszegényedett, úgyhogy a 18. században jogi pálya segítségével sikerült visszakapaszkodniuk a tekintélyesebb középnemesi családoknak a sorában. A nagyapja, Madách Sándor arról is nevezetes volt, hogy a jakobinus mozgalom perében Hajnóci Józsefet és Bacsányi Jánost képviselte védő ügyvédként. A családban nagyon jelentős szerepet játszott Madách Imre édesanyja, Majtényi Anna, aki a három fiát úgy terelgette az életnek az ösvényein, ahogy Jókai Mornak a Kőszívember fiaiban Baradlainét olvashattátok. Erős akaratú asszony volt, és a fiúk mindenben az ő instrukciói alapján tanultak és éltek. Nagyon nem nézte jó szemmel, hogy Imre fia, aki a legidősebb fia volt, színházi terveket dédelgett magában. Egyébként a pesti iskola idejében Madácsnak olyan barátai voltak, mint Andrássy Gyula, vagy Lónyai Menyhért. Ők mind a ketten később miniszterelnökök lettek. Andrássy Gyula az 1867-es első magyar kormánynak lett a miniszterelnöke, Lónyai Menyhér pedig később. Tehát mondhatni, hogy Madách a politizáló magyar nemességnek a köreiben mozgott, és közöttük sokakat ismert. Már fiatal korában olyan kép alakult ki Madách Imréről, hogy egyrészt van benne egy intelligens, iróniára hajló természet, másrészt viszont nagyon gyorsan lelkesedik és csalódik. Ebben kicsit emlékeztet Lucifer és Ádám karakterére, ahogy azt majd az ember tragédiájában megmutatom. A közéleti pályafutása 1840-ben jogi gyakornokként kezdődött, és 1842-ben megkapta az ügyvédi diplomáját, bár ügyvédként nem dolgozott később sem. Közben irodalmi próbálkozásai is vannak, szintén 1840-ben Lantvirágok címen megjelentett magán kiadásban egy 26 versből álló kötetet, de a versei nem aratnak igazán sikert. Maga Petőfi Sándor is nyilatkozik a verseiről, ugyanis elküldte névtelenül, álnéven a verseit a pesti divatlapnak is, és Petőfi azt írta róla, hogy vannak benne szép jelenetek, szép megoldások, de az egész struktúra, az egész vers nem igazán kielégítő. 1841-ben ismer meg Szonták Pált. Szonták Pál azért érdekes, mert élete legnagyobb barátsága ez, és Szonták Pálnak a karaktere egy kicsit a feljegyzések alapján Luciferre is emlékeztette a kortársakat. Az 1844 és 45 táján kezdett el komolyabban politizálni a reform ellenzéknek a soraiban, és Madách a centralista csoportnak a képviselője volt, és 1844-ben Timon álnéven cikkeket is, olvasói leveleket is közölt a Pesti Hírlap, amiben ő fejtette ki a véleményét, ami abból állt, hogy egy erősen központosított, de a magyar nemzeti hagyományokra épülő kormányzatot képzelt el Magyarországon. A
politikai érdeklődés mellett a történelmi érdeklődése is erős, történelmi témájú drámákat ír, de ezeket nem igazán fogadják el, nem kerül színpadra egyik sem. Már ekkor is látni, hogy dramaturgiai gyengéi vannak az írásainak, tehát a színházak nem kapkodnak utána. Ezért 1846-tól igazából visszavonul Nógrád megyében, a megyei adminisztrációba, és itt fog dolgozni egészen majd 1849-ig is. 1848-49-ben nem vesz részt a szabadságharcnak a katonai történetében, hiszen betegeskedik, már nagyon korán szív problémái vannak. De a megyei adminisztrációban a szervezés feladatát azt szívesen végzi, sőt, a menekülők közül bújtat embereket, így Rákóczi Jánost, Kossuth Lajosnak egy titkárát is néhány napra elrejti a birtokán, ami miatt egy feljelentésből következően őt beidézik Pozsonyban, vizsgálati fogságba kerül, és egy évig ebben a fogságban ül 1852 és 53 között. Ez alatt, amíg ő vizsgálati fogságban van, megromlott a házassága Fráter Erzsébettel, akit 1845-ben vett feleségül, és mikor kijött ebből a vizsgálati fogságból, a felesége elhidegült tőle, és közös megegyezéssel elváltak útjaik egymástól. Érdekes ez a szituáció, mert sokan azt állítják, hogy az ember tragédiájában, a nők ábrázolásában Madács egy ember gyűlölő, nőgyűlölő álláspontot foglal el, hiszen Fráter Erzsébettel a házassága kudarcba fulladt, erről később beszélek, hogy ez nem igaz, tehát nem húzható rá ez a vád. 1855 és 61 között Madács egyedül él, visszahúzódik a magánéletnek a sáncai közé, gazdálkodni próbál, de ez igazából nem megy neki, és irodalmi próbálkozásai is vannak. Majd 1861-ben, amikor az országgyűlést újra összehívja Ferenc József, akkor ő is követi mandátumot szerez, Balassa Gyarmatnak lesz a követe, és a határozati párt képviselőjeként próbál politizálni. 1861 azért fontos, mert ekkor találkozik Arany Jánossal, és Arany Jánosnak átnyújtja az ember tragédiája kéziratát, hogy véleményezze Arany, aki a kezdeti óckodás után nagyon kedvező véleményt fog a műről adni, erről majd mindjárt fogok beszélni. 1862-63 irodalom politikailag sikeres éveknek számít, beválasztják a Kisfaludi Társaság tagjai közé és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé is, de már betegsége miatt nem tud részt venni az akadémia munkájában, és 1864. októberében szív elégtelenségben meghalt. A tragédia még életében megjelent 1862-ben, de csak szűk körben, 1500 példányban a Kisfaludi Társaság nyomtatta ki a tagok számára. A második kiadás már 1863-ban szélesebb körben is olvasókra talált. És akkor szeretnék az ember tragédiájáról beszélni a következőkben. Megvan a kezdet és a vég a műnek az egyik céduláján. Azt írtam, Madács, kezdtem 1859. február 17-én, végeztem 1860. március 26-án. Madács egy nagy cédulázó volt, nagyon sok adatot összegyűjtött olvasmányaiból, pozitivista, tudós módjára közeledett az olvasmányaihoz, és ez a műve műfajilag egy drámai költemény, ahogy ő ezt meghatározta, vagy emberiség költemény, és Arany János először Fausztiádának gondolta, nem is akarta elolvasni, majd Csengeri Antal javaslatára újra elolvasta, és ekkor már azt írja Madácsnak egyik levelében, hogy ez a mű kompozíciójában és koncepciójában is jeles műnek számít. Ezt szeretném majd kifejteni, mit jelent a kompozíció és a koncepciónak a jeles volta. Madács az európai romantikusok művein nevelkedett, ezért természetesen ismerte Goethe Faustját is, de megjelentek olyan művek is a romantikában, mint Byronnak a Káin című
drámai költeménye, tehát ilyen lírai drámákkal találkozhatott, és az ő műve is egy ilyen dráma ötvözet, amiben egyszerre vannak jelen a lírai és a drámai jellemzők a műben. Hívják ezt a szöveget kétszintes drámának is, hiszen két szinten zajlik a konfliktus. Van egy konfliktus a természet feletti világban, az Úr és Lucifer között, és hát van egy másik szintje is a konfliktusnak, ez Ádám lelkében zajlik, amikor az álom színekben, a tudatában, az érzelmeiben, az akaratában állandóan konfrontál az adott világnak a problémáival. Mi indokolja, hogy ilyen összetett ennek a műnek a műfaja? Az egyik az, hogy Madács egy olyan magyarázatot szeretett volna keresni a mű színeiben, amely arra adott volna választ, hogy mi az oka a jó ügy vereségének. Hiszen a szabadságharc 1849-es bukása a kortársak számára is felfoghatatlan tapasztalat volt, főleg a tavaszi hadjárat sikereit követően. A másik, hogy úgy gondolta, hogy sors tragédiaként kell megfogalmaznia az emberiségnek a történetét, hiszen magyar sors tragédia 1849 is. És végül azról szól ez a munka, hogy mi az emberi létezés értelme, hogy mi a szerepe a jónak és a rossznak az emberiség történetében. Ez az egyik kérdés a tragédiában, aki ezt végigolvassa, erre figyeljen, hogy mi a szerepe a rossznak a világmindenségben, és hogy van-e esélye a jónak arra, hogy győzedelmeskedjen. Mi biztosítja a világ egyetemben a harmóniát, erről is el lehet gondolkodni. Vagy mi az igazi ismeret forrása, az ész, vagy az szív, az érzelme, tehát erre is érdemes figyelni olvasás közben. A mű megjelenése után többen kritizálták az ember tragédiáját. Arany Jánosról említettem, hogy Fausztiádának tekintette elsőre, Babits Mihály pedig nihilistának tartotta, Babits nihilistának tartotta Madács történelem szemléletét. A legérdekesebb viszont Erdélyi Jánosnak a véleménye, aki ironikusan azt javasolta Madácsnak, adja a műnek az Ördög komédiája címet, hiszen a színek végén mindig Lucifer álláspontja győzedelmeskedik látszólag, és erre Madács válaszolt Erdélyi Jánosnak, és ebből szeretnék felolvasni ebből a leveléből egy részletet, mert az a ritka helyzet, hogy az művet saját szerzője magyarázza az olvasók számára. Azt írja Madács Erdélyinek: egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, az emberiség legnagyobb s legszentebb eszméink végig egymás után cselekszi ezt. Igaz, hogy mindenütt megbukik, s megbuktatója mindenütt egy gyönge, mi az emberi természet legbensőbb lényében rejlik, melyeket levetni nem bír. Ez volna csekély nézetem szerint tragikum, de bár kétségbeesve azt tartja, hogy eddig tett minden kísérlete erőfogyasztás volt, azért mégis fejlődése előbbre s előbbre ment az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is vette észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés keze pótolja, mire az utolsó jelenet küzdj és bízva bízzálja vonatkozik. A 13. színben is megfogalmazza ezt Ádám szájába adva a következő sorokat. Mindegy, bármi hitvány volt eszmém, mégis akkor lelkesített, emelt, és így nagy és szent eszme volt, mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság vagy nagyravágyás formájában hatott, előre vitte az emberiséget. Tehát Madács arról beszél, és ez a címet is magyarázza, hogy a tragédia, a tragikum, az emberi akarat gyengesége. Az, hogy hiába küzd a jóért, mindig valami megbuktatója az, hogy az akaraterővel nem lehet a világot megváltoztatni. De Madács hozzáteszi a levélben azt is, egyrészt, hogy Isten kipótolja a jóért küzdő ember munkáját a gondviselésnek a segítő kezével, a másik pedig, hogy
Ádám bukásának ellenére az emberiség egészen mégis fejlődik a történelem során. Ez tehát a legfontosabb egyik állítás a madásnak, hogy a gyönge, az emberi akarat erőnek a hiányos volt az, ami a történelmi változásokban mindig tragikus helyzeteket idéz elő. Egyébként Madács sokat olvasott történetfilozófiai munkákat, ő a nemzeti liberalizmus szellemében közelített ezekhez a munkákhoz, viszont 1849-ben a forradalmi hullám megtörése Európában hitelét vette azoknak a liberális, vagy radikális, vagy utopista eszméknek, amelyek gyors társadalmi átalakulást ígérte, és ezért Madács is inkább fordult olyan munkákhoz, amelyek a pozitivizmus szellemében egy természettudományos megközelítéssel próbálták az eseményeket értelmezni. Világos után, tehát 1849. augusztus 13-a után ez a fajta természettudományos alapozású társadalomtudomány lesz népszerű, benne az entrópia elmélet például, amely arról szólt, hogy a nap ki fog hűlni és a föld el fog pusztulni, ez kerül bele a tragédiában is az eszkimó színnek az ismert jelenetébe. A másik, amit szintén forgatott, ez egy Dr. Gall nevű svájci német materialista tudósnak, a anatómusnak a munkája, aki a frenológiát fejlesztette ki, miszerint a koponya forma alapján meg lehet határozni valakinek a sorsát, hogy mi lenne az ő igazi pályája. Ez a Phalanster színben fog visszaköszönni, és még egy nagyon érdekes olvasmánya volt Ludwig Büchner egyik filozófiai munkája, ő is egy materialista tudós volt, elavult azóta már ez a könyve, de van benne egy nagyon ismert példázat a bélféregről, ami azért érdekes, mert a 15. színben Lucifer utolsó próbálkozása az, amikor Ádámot arra figyelmezteti, hogy az akaraterő, az tulajdonképpen az emberben annyi, mint ennek a bélféregnek a pályafutása, amit Büchner is bemutat. Akit érdekel a bélféregnek a pályafutása, az a 15. színben olvassa el ezt a részletet. Az utolsó ilyen nagy ösztönzője pedig Charles Fourier-nak, az utopista-szocialista írónak a Phalanster elképzelése, miszerint a jövő társadalma egy haszonelvű, tudományosan megszervezett társadalom lesz. De az egész műnek az alapkoncepcióját mégis egy német filozófus Hegel filozófiája képviseli, akinek a triáda elmélete ismert volt akkor széles körökben. Ő azt állította, hogy a világtörténelemben a tézis és az ellentézisnek a küzdelméből, tehát egy minden korban jellemző alapeszme és annak kihívója, egy elleneszme küzdelme következtében jön létre egy szintézis, és ez a szintézis fogja majd megteremteni a kibékülést és a következő korszaknak a szellemét meghatározni. Kierkegaard is hathatott Madácsra, aki azt állította, hogy van a lét elméletben, a lét megismerésében esztétikai szint, ezt képviselheti esetleg Éva, és van az etikai szint, amit pedig Ádám képvisel, és ennek kiforgatását Lucifer, és végül Ádám, ha a kierkegaardi gondolatot követjük, átlép úgymond a vallási stádiumba, tehát az Isten előtti megalázkodásnak a szintjére. Kant is hatott Madácsra valószínűleg, hiszen a mű zárlatában az angyalok azt énekli, hogy szabadon bűn és erény közt választhatni, mély nagy eszme, hiszen Ádám maga választja Isten, és azáltal az erénynek az útját, miután saját két lábára is áll. A történeti színekben három emberi alapérték fogalmazódik meg, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség eszméje. Ezeket a különböző színekben lehet végig tanulmányozni, most időhiány ebbe részletesebben nem mennék bele, de egybe igen, hogy tehát a kompozíció közepe, tehát a műnek a szíve, az a szín, a párizsi szín, ahol ez a három eszme, a szabadság, egyenlőség és testvériség egy politikai programnak és egy mozgalomnak, a francia forradalomnak lesz az alap eszméi, és bár nem valósul meg,
de mégis Madács úgy dolgozza fel ezt a szín, hogy Ádám itt nem hal meg, szintén elmarad a nyakazás, felfüggesztődik ennek a három eszmének a megvalósulása, de ez volt Madács számára a legfontosabb politikai érték. Ezt a szint álom az álomban színnek is nevezik, és ez a prágai színnek a közepén található, ahol Kepler álmodik, és Dantonként végig éli ezt a forradalmi pillanatot. A szereplőkről annyit még, hogy Lucifer képviseli a tagadást, a tagadás ősi szelleme, a diszharmóniát, az önimádatot helyezi előtérbe. Van, aki úgy értelmezi a romantika szemüvegével, hogy az elvakult romantikus titánnak a képviselője. A lényege a romlottság, hogy erkölcsileg nem létezik számára jó, hideg és számító értelmű angyal, aki Ádámot is bukásba akarja vinni. Ádám pedig egy kezdetben, ugye az első keretszínekben egy önálló akarat és értelem nélküli teremtmény, de aztán az álomszínek során fokozatosan ismereteket fog majd szerezni. Ez az ígéret, amit Lucifertől kap, a tudás és a hatalom ígérete, ez lázadóvá teszi Istennel szemben, és ennek a lázadásnak a kudarcát fogja majd a 15. színben átélni. A történeti színekben Ádám többször is eljut addig a pontig, hogy feladja, három színre hívom fel a figyelmet, hogy egyik, amikor Rómában a hedonizmusnak a csapdájába kerül, nem Péter apostol tudja ki ragadni őt, a másik az űr, amikor elhagyná a Föld atmoszféráját, és így ugyan megszabadul a küzdéstől, de az élet is elmegy tőle, és innen is visszatántorodik. De a legismertebb pillanat, amikor úgymond belátva Lucifer igazát az akarat gyengeség miatt, úgy dönt, hogy öngyilkosságot követel, ezzel szakítva meg az emberi történelmet, de végül Évának a híres szavai, hogy anyának érzem Ádám, ó magam, visszatántorítja Ádámot, és így leborul Isten előtt, és beismeri Isten előtt azt, hogy övé a hatalom, övé a dicsőség, ő irányítja az ember sorsát. Éva, a harmadik főszereplő, az édeni harmóniának, az intuitív hitnek a képviselője, a szívén keresztül gondolkodik, több szerepben is megjelenik a drámában, hol jó szerepben, mint például Lúcia esetében, aki a családanya az aténi színben, vagy Izóra, aki a szüzességet képviseli a konstantinápolyi színben, vagy egy Márki nő a párizsi színben, ahol a finomságával válik Danton előtt kedvessé. De van, amikor rossz nőként jelenik meg, például Júliaként a római színben egy prostituált, vagy Borbála Prágában, aki a hűtlenségnek és a pénzészségnek a képviselője, vagy egy párizsi pornő, aki pedig a közönségességet szimbolizálja, és van elállatiasodott figurája is az Eszkimó színben, de a végén mégis Éva az, aki megmenti a szituációt Ádám számára, amikor bejelenti anyasságát. A történeti színekben ugye az első Egyiptom, a negyedik szín, az egyén és a tömeg kapcsolatát érdemes benne megvizsgálni. Ugyanez az aténi színre is érvényes. A második szakaszban, amikor Róma és Konstantinápoly kerül sorra, ott a testi és a lelki értékek közötti különbségekről van szó. Prágában a tudomány, Párizsban pedig a politikai forradalom, mint megoldás kerül a figyelem középpontjába, de igazából egyik sem hozza az ember számára az üdvösséget. London pedig Madácsnak a saját kora, a kapitalizmus, a szabadversenyes kapitalizmus, amelyel Madács eléggé távolságtartó volt ezzel a korszakkal kapcsolatban, és egy haláltánc vízióban mutatja be azt, hogy az emberi társadalom mennyire elaljasodik a pénznek a következtében, bár Éva itt nem hal meg, a haláltáncban nem lesz részes, hiszen ő képviseli a fiatalságot, a szerelmet és a költészetet Madács számára. A falanszter, amit Erdély János nagyon erősen kritizált, mert úgy gondolta, hogy a szocializmus kigúnyolása, egy utilitarista társadalom, egy
tudósok által vezérelt társadalom, amiben kiveszett az egyéniség, kiveszett a sajátos értéke, és Madács itt lényegében kritizálja a dr. Gall-féle frenológiai elképzeléseket is, és végül az eszkimó szín, ahol minden kipusztult, minden a lélek halálával fenyeget, és nincs már eszme, nincs már küzdelem, csak fókák vannak, azok is egyre kevesebben, úgyhogy mikor végre a 15. színben befejeződik ez a nagy álomutazás, Ádám először, mint mondtam, majdnem a rossz utat választja, de végül Éva szavaira leborul Istennek a szín előtt, megpróbálja Lucifer még egy utolsó rugással jobb belátással bírni, de nem jár sikerrel, és megkérdezi az Úrtól befejezésül, ennyit szeretnék mondani, van-e az emberi léleknek halhatatlansága, vagy csak ez a szűkföldi pálya, amire kárhoztatott? És van-e a történelemben cél, haladás, amit a reformkor alap gondolata volt, az állandó előrehaladás és fejlődés a küzdés által, vagy minden csak visszatér ugyanabba a kezdőpontba, egy örök körforgásban? És mit mond az Úr? Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál, mert a jóért való küzdésben a hiányzó erőt kipótolja a gondviselésben való bizalom által az Úr, és erre hívja fel Madács is a olvasókat és azokat, akik ezt az emberi pályafutást végigkövették. Köszönöm szépen a figyelmet!